A jövedéki adóra vonatkozó uniós irányelv magyar jogrendbe történő átültetése miatt változnak a vonatkozó törvény egyes részei. A módosítások a magáncélra vásárlást és a csomagküldő szállításokat nem érintik, azonban több területen is oda kell figyelni a változásokra. Ezek érintik például a NAV engedéllyel rendelkezőket, mint a sörfőzdék, dohánygyárak és kereskedelmi szeszfőzdék, az unión belüli szállítókat, valamint az úgynevezett EMCS rendszert használókat. Azok, akik adófelfüggesztéssel szállítanak jövedéki termékeket, használják ezt a bizonyos rendszert, és ezt a rendszert kell kiterjeszteni a szabad forgalomba bocsátott, illetve a kereskedelmi forgalmazású jövedéki termékekre. A magával rendszerbe az engedélyek kiegészítése automatikusan meg fog valósulni február 13-ától. Ezt a dátumot követően a korábbi ügymenetnek megfelelően kérelmezni kell a kiegészítést. Emellett az eddig használt ECO okmány megszűnik február 13-án. Ez a dokumentum a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállításához kapcsolódó papíralapú kísérő okmány. A február 13-a előtt indított szállítások leigazolására, az átvétel leigazolására még lehet majd használni ezt a papíralapú nyomtatványt december 31-éig. Február 13-át követően indított szállítások esetén viszont már csak az új elektronikus ECO nyomtatványt lehet használni. Több változásra is oda kell figyelniük az érintetteknek, ám mint valamennyi adózást érintő kérdésben, úgy ebben a témában is kérhetnek segítséget a NAV munkatársaitól telefonon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.